A hűvösebb idő beköszöntével előkerültek a szekrények mélyéről a sapkák, sálak és természetesen a kabátok. Azonban, ha a jelenlegi divatnak megfelelően szeretnénk öltözködni, elengedhetetlen egy-két új darab beszerzése. És a választásban fog nekünk segíteni Rász Rozália. Köszöntünk itt a stúdióban. Én köszönöm a meghívást. Örömmel jövök az Eger TV-be, hisz két lépésre innen van a márkaboltunk, tehát akkor már le is lehet csekkolni, hogy igazat mondunk-e vagy sem. Milyen újdonságokat hozott az ősz? Hát az ősz az nagyon nagy újdonságokat hozott, és nagyon átütő újdonságokat hozott a 2024-es divatvilágban. Én a saját egyéni tervezésemben is ezt a diszkrét luxus kategóriát képviselem. Minimál trendek lettek, ugye ezt jelenti a szó is, egy kicsit finomabb vonalvezetések lettek, és hát a Dream kollekció, a meleg hangulat végig söpör az egész világon. A meleg barnák, a barnának az összes árnyalatai, a bézsek, és végre Magyarországon először hordunk október-novemberi téli időszakban bézst és fehéret. Tehát ez egy nagyon nagy átütés, én nagyon sokat dolgoztam ezen, hogy a mi divatvilágunkban ez megjelenjen. Azért több mint 10 éve képviselem és tervezem a márkát, nagyon hosszú út volt, hogy a világtrendek követését, ahogyan én is megálmodom, be tudjam hozni a hazai divatrendekbe, de most a kabát kollekcióban is sikerült. Az egy gombos elegancia, a dupla gombos, a nagyméretű, az oversize kabátok, amik vonulnak utánunk. Minden kabát egy picit valahol nagyon elegáns és nagyon klasszikus, mint színvilágában, és hát nyilván a minőség. Tehát a kabátnál az elengedhetetlen követelmény a minőség, és az átkötős kabátok, tehát egy ilyen kifinomult minimál trendek vannak a kabátrendekben is, és hát nyilván ezek passzolnak most a ruhatárunkhoz is, mert ez a divat. És melyik anyagok? Bocsánat, a színeket már említetted, de az anyagokról még nem esett szó. Mi az, ami most kifejezetten divatos? Kifejezetten divatos, ugye a kvét luxuri az a magas minőségű eleganciát jelenti, és gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartozik az, amikor lehet, nyilván nem szeretnénk senkit ezzel bántani, de én egy magas minőségű márkát képviselek. Minden cipőnk bőrből készült, minden kabátunk gyapjú keverékből készült, és ennek is a kifinomult mikromodál gyaprűval dolgozunk. Tehát nyilván ez minden kategóriájában is meglátszik, és akkor, amikor valaki felvesz egy ilyen anyagból készült kabátot, ami még egy picit halszálkás az anyagába, ami biztos, hogy nem fog kigöbösödni. És még az lehet akár hófehér is, de lehet tisztítani. És az átkötöm magamon egy laza eleganciában, ezek az, én a minőségre törekszem, és azt gondolom, hogy a világtrendek is erre törekszenek, hogy inkább kevesebb elvén, de az tartalmas, jól kombinálható, jól mutasson a nőben ne tetőtől talpig, és hát ezt ki kell mondjam, hogy ezt a minőség garantálja, én is ennek a híve vagyok. Ebbe a minimális luxusba mennyire illenek bele a minták? A minták, hát ugye mindig van egy, a New Yorki Pantone cég adja ki minden évben a színvilágot, hogy szerintük mi lesz. Én a saját trendjeimet álmodom meg, az egy teljesen véletlen dolog, hogy én gyártásba adom júniusba, júliusba az őszi kollekciómat, és akkor ősszel, szeptember-október környékén találkozom a színvilággal. Én 3 színt határoztam meg a 2024-es őszi kollekciómba, a dark beige-t, a toffit, senki nem tudta, hogy ezt én most honnan szedem, a toffit, mert hogy sötétebb, és a fényes feketét, mert hát a fekete mellett, mint alapdarab nem mehetünk el, de ez most az én kollekciómban fénylik. És ebben a színvilágban, a világtrendek színvilágában is ezeket határozza meg, és ők még beleteszik ezt a világos őszi barackot, a bordót, tehát ők megtűzik a barna árnyalatokat, egy pici, még kellemes, ugye
kicsit kötődik ez azért a válságos időszakhoz is, hogy volt elég probléma az elmúlt időben, ugye egészségileg is, meg sok minden történt körülöttünk, és a 2024-et ezzel a meleg árnyalatokkal a nyugalom évének tekintik, és azért hozták ezeket a friss barack színt, vagy ezt a elegáns bordót is, és egyébként, ami nagyon nagyon üt, és hát nyilván a hazai divattrendekben mindig követjük azt, ami nagyon üt, az pedig a leopárd minta. Az hívhatjuk ocelotnak, leopárdnak, az én kollekciómban abban is egyedi bőr van, abban is benne van a leopárd minta, hát az valami őrületes módon robbant be. Jó a bézsekkel, jó a darka, jó a tofival, tehát nagyon-nagyon jól kombinálható színek, de hát most minden, ami leopárd, az divat a hazai divatvilágban is. És a bőr egyébként divatos még most ősztel is? Mármint, hogy a bőrnadrág, bőrdzseki, bőr... Igen, bármi, ami bőrből hát én készül. Azt látom, hogy az nálunk kevésbé tört be az a velúr bőr, amiből most készülnek. Ugye cowboy őrület van, 90-es évek bőnadrág, minden, ami lófer kollekció, a magas talpú sliponok télen, mert hogy a sportcipőt váltsuk le egy vastag talpú cipőre, ami egy másik döbbenet, hogy végig söpör a világ trendekben is, meg itthon is. Aki nem magas, csinos cipőbe járunk, mint mi, tehát látom, te is szép csinos cipőbe, elegáns férfi cipőbe, tehát azért én is mindig azt gondolom, hogy a nőies nőt képviselem, de aki esetleg sportcipős, és ugye bejött ez a hanyag elegancia, hogy mindenki sportos vagányságban öltözködik, ehhez bejött őszre, mert az ugye hideg lenne, bejöttek a sötétek, a feketék, a barnák, ebben a vastag talpú félcipő, látom, hogy nagyon nézd, hogy most mi is lesz ebből a lóverből, vagy nézel. Próbálja elképzelni ezt a cipőt. Kérdezik, egy kis bakancs. Bútol az agyam. És fagyott, linuxos. Igen, egy ilyen kis bakancs talpat, aminek recés a talpa, és azon egy belebújós félcipő van, és akkor már tudod is, hogy miről van szó, és ezekkel a divatos bőkabátokkal, az oversize kabátokkal, az átkötős kabátokkal, a bőnadrággal, akár egy ocelot felső, nagyon nagy divat. Igen. Említetted ezeket a hosszú kabátokat, legyen az akár szövet, vagy bármilyen anyagból készült. A rövidebb, jackisebb formák is divatosak egyébként ősszel? Hát én azt látom most, hogy ez a klasszikus elegancia, és elnézést kérek tisztelettel mindenkitől, hogy egy leggings meg egy bőrkabát, nyilván egy dizájnernek a szemével ez nem mozdul meg. És szerintem ez most így tényleg ötös, de hogy azt most én kevésbé látom. Tehát én azt látom, hogy ha vesz valaki egy farmert, akkor nem divat a csípőnadrág, de hát az már tavaly sem volt. Magas derekú nadrágok a divatok, a klasszikus elegáns nadrágok a divatok magas derékkal, bele a pulcsit, bőkabát, akár egy lóde, akár egy balon, tehát, hogy ilyen megmozdulós divat van. Ezt nem is annyira romantikus divatnak hívom, mert a romantikus divatot azt egy picit azért az ember másképp látja a nőt ebben a kategóriában, de az biztos, hogy a hanyag elegancia az őrületesen hódít, és mondom, a minőségi termékekkel van most ez nagyon preferálva. Hát biztos valamerre szeretne menni a nagy világtrend is, hogy ezeket hogyan mutassa meg az országba vagy a világban, de az én tervezésemben is azt gondolom, hogy most nekem sincs benne a rövid jacky érdekes módom. Ami érkezik, az az egygombos elegáns kabát, mert az nem lehet kihagyni, ha már kabát a téma. Ugye, amit elmondtam, az mind megállja a helyét, és akkor ehhez érkeznek ugyancsak azok a hanyag eleganciás jackieink. Nagyon szeretted volna már ezt hallani tőlem. Jönnek azok a jackik, amik ugyancsak háromnegyed lábszárig érnek, és akkor egy cipzár, pici jelzés rajta, hogy milyen terméket viselünk, és ott is a minőséget mutatja az alapanyag, és az is a színvilág. Például
fényes feketébe, fekete-fehér monogramos belsővel, ha már az én márkámról beszélünk, vagy toffi színben, pontosan a fordított béléssel és ahhoz egy táska. De nagyon-nagyon fontos a jól felöltözött outfit. Szerintem ezt most ebben a hazai divatvilágban, aki szeretné, ezt most meg is teheti. És általánosságban egyébként mik a tapasztalataid, hogyha kimész az utcára, mit látsz? Inkább a divatra törekednek az emberek, vagy a kényelemre, vagy próbálnak mind a kettőnek eleget tenni? Nagy küzdelem nekem 10 pár éve, hogy az utcán viszont lássam a minőséget, és mindig az az álma egy magyar tervezőnek, hogy amikor a kifutóra viszem a kollekciómat is, akkor is mindig az vezérel, hogy jelenjen meg a pozitívság a nő, jelenjen meg, hogy a mi kis hazánkban is ne kelljen elmennünk Olaszországba, Bologna, nem tudom. Tehát azért ugye még mindig magunk előtt tartjuk az exkluzív francia divatos és az olasz divatot is akár, de hogy ne kelljen nekünk azt mondani, hogy jaj, és láttad, ott hazajövünk egy nyaralásból, és akkor mindenki, jaj, te láttad, ezt láttad, és annyira szeretném, hogyha beletaláltál a közepébe, jó kérdező vagy, annyira szeretném, hogyha itthon is viszont látnám az utcákon ezt a divatot, de hát ezen még kell dolgozni a mi kis hazánkban, hogy nem is tudom, hogy ez mentális kérdés, nem tudom, hogy ez, bocsánatot kérek, anyagi kérdés, nem tudom, hogy érdeklődés hiánya, vagy így szocializálódtunk mi már egy picit ettől a világtól, de nagyon-nagyon küzdünk mi dizájnerek azért, akármilyen márkát építünk, akár egyedi márkát, akár nagyobb volumenű márkát, hogy azért megmutassuk a magyar nőknek is, hogy igen, így szeretném, mindig mondom a videómban is, hogy úgy szeretném egyszer, hogyha Eger belvárosában végigmennénk, és akkor jönne velem az Eger tévé, és akkor felvenni, hogy öltözködnek az egri nők, és akkor azok tetőtől talpig tényleg ilyen színharmóniában, vagy nem is az ár miatt mondom, hanem inkább, hogy a stílusos eleganciát én nagyon szeretném képviselni, és szeretném kommunikálni is. Hát akkor a kevesebb, néha több, ez az idei motto. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. Jövök máskor is.